Innentől kezdve egy cégnek kutya kötelessége lenne ezzel a három mondattal foglalkozni. Mit teszek én hozzá a jó élethez? Kinek a jó életéhez teszek hozzá? Hogyan tudom hozzáférhetőbbé tenni azt? És hogyan tudom ezt mindezt úgy csinálni, hogy minél inkább a regeneratív képességem belül maradjon az én tevékenységem? Hát szerintem ez a négy kérdés az, amit föl kell tenni, aztán csókolom. Ja, az ilyen kockázati modelleket, ezeket arra szokták használni, hogy beárazzanak jövőbeli eseményeket. Tehát hogy azért mérjük fel valaminek a kockázatát, hogy azt a piaci ár be tudja árazni. Most minél inkább egy jól definiált helyzetben vagyunk, tehát ezt úgy nevezzük, hogy teljes racionalitás, minél közelebb vagyunk a teljes racionalitás helyzetéhez, tehát hogy szinte minden változónk ismert, ki tudjuk számolni a kimenetét, annál nagyobb a valószínűség, hogy egy ilyen kockázati racionalitás be tud árazni valamit. Nem véletlen, ugye a klasszikus példa az az autóvezetés. Baleset, kevés embernek lesz balesete, mindenki érdekelt, hogy ne legyen, ki tudjuk számolni, és akkor a kockázati biztos, az autóbaleset biztosítás ennek a klasszikus példája. És minél rosszabbul definált, tökéletlenebb racionalitású helyzetekbe keveredünk, és ugye a klíma az egy ilyen elképesztő komplexitású úgynevezett sztohasztikus rendszer, ami azt jelenti, hogy nagyon-nagyon kevés ilyen direkt előrejelezhető hatás van benne, hanem nagyon-nagyon kiszámíthatatlan összhatások vannak a rendszerben, olyan magas komplexitási szinten, ott nagyon-nagyon nehéz, szinte lehetetlen kockázatot számolni. Nem véletlen, hogy nem is tudjuk beárazni a dolgokat. Tehát maga a klímaváltozás létrejötte a legnagyobb piaci kudarc a világ történetében. Tehát ugye amikor azzal jönnek piaci fundamentalist emberek, hogy úgy kéne megoldani a klímaváltozást, hogy beárazzuk ennek a kockázatát, hatásait, stb., akkor én mindig azt szoktam erre mondani, hogy de hát az egésznek a létrejötte arról szól, hogy nem tudtuk beárazni ezeket, és ennek oka van, hogy miért nem tudjuk beárazni ezeket. Tehát szerintem az egész ilyen kockázatra épülő racionalitás nem működik ebben az esetben, ezen a komplexitási szinten. És én meg azt is hozzátenném, én itt vitáznék Alexandrával, hogy szerintem egy cégnek nincs felelőssége, mert hogy semmit nem tud tenni. Egy kapitalista gazdaságban egy vállalatnak nincs mozgástere abban, hogy ő tegyen bármit is. Egyszerűen, egész egyszerűen azért, mert a kapitalista társadalmi gazdasági rend logikája az megköveteli a növekedést a vállalattól. Nekem van egy gimnáziumi pattársam, mellettem ült egy srác, akiből vállalkozó lett, és néha szoktunk így reggelizni, és azt mondja nekem, hogy figyelj, Pogi, mi leültünk a barátaimmal, cégtársaimmal, megpróbáltuk megnézni, hogy a mi cégünket hogyan lehetne zöldé tenni, és ötleteltünk egy csomó mindent, hogy nem tudom, hogyan szállítsuk a termékeinket, hogyan csomagoljunk, stb. De a végén oda jutottunk, hogy egyetlen egy esetben tudnánk zöldek lenni, ha ez a cég nem nőne. Egy kutyakaja cég éppen. Azok nagyon durvák. Az brutál. De lehetne bármi, tehát hogy tulajdonképpen bármilyen céget behelyettesíthetsz ide. A logika az, hogy ha az a cég nem nőne, akkor tudná. És akkor kérdeztem, hogy na de Bence, hát és tudtak ti nem nőni? És azt mondta, hogy ja nem, mert hogyha én nem növekedek, akkor engem holnap föl fog vásárolni a nálam nagyobb versenytársam. És innentől fogva szerintem vége a sztorinak, és sem egyéneken, sem cégeken nem kérném számon, hogy mit tesznek ők a klímaváltozás megállítására, mert szerintem ameddig ez az össztársadalmi rendszer van, addig nem tud tenni sem. És az egész ESG, az szerintem egy kétségbe esett próbálkozás. Tehát szerintem először az volt, hogy a cégek kiraktak ilyen zöld szlogeneket a websájtjaikra, mert azt hallották, hogy általában van valami generáció, akiket ez már érdekel, nem ismerünk ilyet, de hallottunk róla, akkor arra azonnal exponálódtak, hogy hát ez greenwashing, és akkor utána ez a generáció meg bejött a cégekbe, és akkor már belülről kezdték el a cégek vállalatvezetői tagjai, úristen, tényleg én is nagyon szeretnék valamit, de fogalmam sincs, hogy mit kell csinálni. Ebből lett az ESG, és szerintem itt tartunk most,
És szerintem egy ponton ki kell mondani, szerintem egy cég semmit nem tud csinálni, hogy megállítsa a klímaváltozást. Én hadd mondjak hozzá, ja, bocs, egy példát, hogy azért itt, ahol van kockázat és előre ismert kockázat, akkor is az üzleti érdekek ezt felülírják, hogy 1930-ban Thomas Midgley nevű mérnök kitalálta az olmozott, tehát az olom tetraetilt, amit ugye az olmozott benzinbe kevertek, mert ugye a motornak, vagy hát az üzemanyagnak a tulajdonságait javítsa. Ugyanakkor ők rájött arra, hogy az etanol ugyanolyan jó. Csak az etanolt nem lehet leszabadalmaztatni, és nem lehet a vegyipari cégnek profitot termelni belőle, és ugyanakkor már régen tudták, már ókor óta tudták, hogy az ólom az milyen idegrendszeri károkozódást okoz gyerekeknél különösen, de a felnőtteknél is, meg mérgezést. Annak ellenére 60 éven keresztül az olom tetraetilt keverték a benzinbe, mert annak volt a szabadalma, és azzal tudott a DuPont cég milliárdokat keresni, és ez ugye visszajött az etanol, visszajött most. Amikor az olmot kivezették, akkor az etanol tették, de ezt már 30-ban is tudták. Csak ugye bárki tudott volna pálinkát főzni, beleönti a üzemanyagba, és akkor nincs profit. Tehát, hogy azért, ahol van mért kockázat és ismert kockázat, ott is a gazdasági érdek, üzleti érdek, az mindent felülír, a tudást elsüllyeszti, és inkább mérgezi 60 éven keresztül az embereket, meg a mindenkit, és felmérhetetlen károkat okoz azért, hogy valakinek még jobb legyen. Hát igen, de végül is csak, hogy így nem az ördög, hanem az angyal ügyvédje legyek, hogy most nincsen olmozott benzin. Tehát, hogy ez lehet, hogy egy csomó ideig az üzleti érdek ezt felülírta, de megszűnt. De meddig tartott? Ugye 30-ban hát, tudták, hogy nem is kellett kérdés, volna beletenni. De hát nem történhet meg minden rögtön. Még akkor? Igen, azért hadd vitatkozzak már ezzel. Figyelj, az előbb mondtad ki, hogy Acemoglu-ék arról írnak, hogy vegyük észre, hogy ágensek vagyunk a technológia fejlődésében, és ez nem egy elszabadult ló. Mire utána kimondjuk azt, hogy ja, de hát a gazdaság működésében nem ágensek azok, akik egyébként magát a gazdaságot csinálják. Tehát akkor hogy van ez? Úgy van ez, hogy az egyéni cselekvés, tehát ugye az egyéni cselekvés az két dologra irányulhat. Az egyik az a egyéni szinten megpróbálom megoldani a problémáimat, mert rendszer szinten nem tudom. A második pedig, hogy az egyén arra törekszik, hogy a rendszert változtassa meg, amiben él. És ez a kettő dolog nem ugyanaz, hogy mindig azt mondom, de hát a társadalom is egyénekből áll, igen, csak tök nem mindegy, mondok egy tök más terület, egy analógiát, iszonyú rosszul működik a magyar oktatási rendszer. Két dolgot csinálhatsz, ha felső-középosztálybeli vagy. Az egyik az, hogy kiviszed a gyerekeidet, és akkor Budapest School. És ezt csinálják tömegesen az emberek. Vagy a másik, hogy arra szánod a pénzed, idődet, erőfeszítéseidet, hogy az általános oktatási rendszert javítsd meg. És az első rövid időig mindig megoldásnak tűnik, ha, mit tudom én, rossz az egészségügyi rendszer, beiratkozol egy private medical centerbe, ha összeomlik a vasúti rendszer, veszel egy SUV-t és az autópályán közlekedsz. Csak nagyon hamar ki fog derülni, én már röhögök a Facebookon a barátaimon, akik beiratkoztak ilyen private medical centerekbe, hogy ugyanazokat a panaszokat mondják el most már velük kapcsolatban, amit elmondtak az állami rendszerrel, mert túlterhelt, udvariatlanok, nem jó a szolgáltatás, stb. Most ugye ez ugyanez van szerintem, hogy ha ameddig a rendszert nem változtatod meg, addig valójában, és itt az egyéni szint az a cég szint. Tehát az egyén, mint állampolgár, én megpróbáltok sok minden, szelektíven gyűjtöm a hulladékot, biciklizek, vegetáriánus leszek, nem fogom tudni megállítani a klímaváltozást. Cég szinten megpróbálhatok egy csomó minden, zöld dologba, hogyha papírba csomagolok, műanyag helyett, nem tudom, elektromos járművel szállítok, de nem fogom tudni megállítani a klímaváltozást. Tehát valójában, amikor az Acemoglu-ék azt mondják, hogy a rendszert kell, hogy a technológiát kell kormányozni, akkor arra hívják fel a figyelmet pont, hogy ne azt csináld, hogy meghagyod a gazdasági rendet, de cégszinten próbálsz parametrikus
változásokat létrehozni, hanem paradigmatikus módon kell megváltoztatni a gazdaság működését. Az hogy kell? Tehát most itt van egy csomó fenntarthatósági menedzser, hogy mit csináljanak ők. Tehát ki kell adni itt a jelszót, hogy ez kevés, amit csinálnak a cégnél. Tehát igazándiból, ha nincsen ilyen megoldás, akkor nem tudom, engedjünk mindent a levegőbe, és majd várjuk a paradigmát. Mondok egy kontrasztot. Tehát, hogy a kis-közép vállalkozások egy részének nem feltétlenül kell növekednie. Mondjuk egy... Ez Magyarországon adott egyébként, tehát... Magyarországon, ez nagyon veszélyes növekedni, mint KKV tulajdonos, ezt meg tudom erősíteni. Figyelj, a múltkor vitáztam a Nagy Mártonnal, és azzal kezdtem a vitát, hogy mostanában mindenhol azt hallom, hogy Pogácsa megírta a nem növekedésről szóló közgazdasági könyvet, Nagy Márton meg megcsinálta. Tehát, hogy ezt akár elég jó humorral vette, nem sértődött meg, hogy akár ösztársadalom... Mint a magyar kibocsátás csökkenés. Abszolút. Senki nem tudja, hogy mitől, de így néha csökkent. De most röhögni fogsz rajta, de kormánypárti közgazdászok elkezdték ezt egyébként erre használni, hogy lám-lám nem nő a magyar kibocsátás. Konkrétan megy ez a propaganda. De... A menedzsert összeomlás. Ugye? De azt akartam mondani, hogy egy KKV, tehát vegyünk egy sarki kis mondjuk éttermet. Oda jár a környékből 100 ember, van ott mondom 5 pincér, 5 szakács, és tulajdonképpen ők úgy elvannak neki. Tegnap ugyanezt a példát hoztam egyébként. Igen? Szó szerint, na. Igen. Egy olasz étterem, minden évben megvan a kis profitjuk, minek növekedjen. Növekedni. De mondjuk egy olyan vállalat, mint az előbb említett kutyakaja cég, pedig régen a kutyakaja cég is ilyen volt, hiszen tulajdonképpen elvileg meg lehet azt csinálni, hogy a környék kutyáit egy helyi vágóhídnak, amit tudom én, a Martarékából el tudják látni. Nem tudom, nem értek hozzá, de... Hát, ez nagyon kellemetlen. Mit tudom én, de régen a helyi kutyákat a helyi étellel letették. Tehát, igen, ez a 15 perces város keretében, hogy lenne itt egy vágóhíd a sarkon. Ugye, és nekét számol rajta. Az jó lehet, hogy így ülnek az olasz kávézom, és így... Úgy vágják le a marhákat. Fogalmam is. De nem, bocsánat, ez egy másik cég. A kutyakaja cég az nem az olasz, az egy másik cég. Csak azt mondom, hogy ugye azzal, hogy megjelentek az ilyen nagy nemzetközi kutyakaja cégek, és direkt nem mondok neveket, mert mindenki tudja, hogy melyik ez, melyikek ezek, akkor tudod, és hogy mondjam, most már a kis éttermeknél is megjelenik. Én szoktam tanítani az ELTE jogi karán, ott volt egy nagyon jó kávézó a sarkon, aztán egyszer csak átvette a Starbucks. Tehát, hogy ugye, ha mondjuk a Starbucks elmegy Etiópiába és vesz egy csomó kávét, akkor olyan méretgazdaságossági előnyei vannak, amivel Józsi bácsi kávézója nem tud versenyezni. Tehát ez szabályozási kérdés, hogy erősítjük-e a KKV-kat, akinek annak a kávézónak ott nem kellett növekedni, ő tök jól el lett volna, ha nem jön a Starbucks. Aha. Hát, mi az az esemény egyébként? Még akkor egy rövid, de nagyon ki fogunk futni az időből, és hát gyakorlatilag igen, kérdéssornak tudom. A nagyon elején igen, járunk. Hát csak 45 percre van kalibrálva, tehát egy futballmeccs fél ideje volt. Ja, hogy ez másfél óra? Igen. Azért, mert megijedtem. Ez csak a 40, első fél idő ez ja, most. Ja, igen, és utána... Utána visszamegyünk az öltözőbe. Igen? Nem, csak hogy... Tehát, hogy nyilván a rendszer szintű változásban egyetértünk, hát az teljesen egyértelmű. De hogy azt a rendszer szintű változást, ugye ugyanúgy, ahogy azt mondtad, hogy az egyén tud a rendszerre hatóan valamit cselekedni, hogy megérti, hogy magát a rendszert kell változtatni, és aztán utána azt mondtad, hogy hát ebbe az egyén a cég. Akkor ez azt jelenti, hogy a cég is tud úgy gondolkodni, hogy az rendszer szintű változáshoz vezessen. Azért nem, de mert... Mégiscsak van agencia ebbe a dologba. Lenne agenciája, csak ugye mondom, most ott tartunk, tehát azért mondtam, hogy ugye korábban az volt, hogy kirakok valamit az a weboldalamra, hogy milyen zöld vagyok, és ez elég. Most ott tartunk, hogy ESG, és az ESG, az pont erről veszi le a fókuszt. Tehát arról veszi le a fókuszt, hogy neked a náladnál nagyobb rendszerrel kéne valamit kezdeni, és át ugye tegnap esti lámpáid, a lámpának a
a lámpának a fókuszát, azt oda viszi, hogy a cég mit tud felmutatni. Ez tulajdonképpen egy ilyen számonkérés. Tehát ez pontosan ugyanaz, amikor egymást böködjük, hogy te miért utazol annyit repülővel? Én jogászként ezt nagyon vitatom egyébként. Tehát most itt szerintem nagyon is szabályozói kérdésekről van szó. Pont ezt mondod, hogy a rendszert kell megváltoztatni. Hát nyilván egy rendszer, ami önmagát tartja, föl nem fogja önmagát megváltoztatni egyelőre. Tehát nem lesz az, hogy azt mondja az EU, hogy hát gyerekek, ez így nem működött, még ha tartottunk is nem növekedési konferenciát, de ezt így hagyjuk abba, mindenki menjen haza, zárjuk be a cégeket, és kezdjük előről. Tehát ez nem valószínű, hogy megvalósul. Viszont azt látom, hogy azok a célok, amik itt az EU-ban megfogalmazódnak, és ESG célok, szerintem nagyon sokszor effektíve el tudnak érni hatást. Tehát ami pont most, ami a fenntartható növénytermesztésű, meg erdészkedésről szóló EUDR rendelet, ugye, amit most lehet, hogy elhalasztanak egy évvel, hogy ennek pont az volt a lényege, hogy mondjuk amikor fát termelsz ki, akkor ez tényleg geolokációval, fenntartható erdőirtásmentes területről egy csomó fairtrade szempontot is figyelembe véve jöjjön be ide, ami nyilván majd ki lehet játszani, meg ez én is vicceltem, hogy kell majd egy ökológus, vámos, statisztikus rendszergazda, aki ezt tudja menedzselni majd nálunk, de hogy ez jelentős változást tud elérni. Tehát, és értem, tehát abszolút értem ezt, csak én nekem pont az a nagy kérdésem, mert aki így valamilyen célt megfogalmaz, mindig azzal foglalkozik, hogy hát van egy nagy cél, amit el kell érnünk. De hogy jutunk el odáig, arra nagyon ritkán kapunk választ. És ez a következő kérdésem, hogy van-e olyan trigger szerintetek, nem tudom én, hogy elpusztul Spanyolország kompletten, így hétfőről kedre, amit utána azt mondják, hogy na gyerekek, itt tényleg át kell gondolni alapoktól a rendszert, vagy ez sose lesz egy ilyen, tehát ami ugye itt felszokott tűnni, hogy akkor lesz egy összeomlás, és akkor elkezdünk, vagy a 70-es évektől, vagy a kőkortól újraépíteni ezt a rendszert, és talán beépítve a korábbi kudarcos tapasztalatokat. Hát az éghajlatváltozással kapcsolatban egy trigger tud lenni, ami hát az észak-atlanti meridionális áramlásnak a leállása, amit ugye hát így pongyolán golfáramlatnak nevezünk, hogyha az leáll, az ugye néhány, egy-két év alatt le tud állni. Ez megtörtént a földtörténet során számos alkalommal. Na, akkor mindenki meg fog lepődni. De akkor már olyan értelemben mindegy lesz, mert ugye maga ez az áramlat, ez nagyobb, mint a föld összes folyó együttvéve. Ugye ez az óceánban folyik, és hogyha ez abban marad, akkor ott akkor az egy trigger lesz, csak nem tudom, mire lesz trigger. Szerintem arra lesz trigger, hogy akkor jönnek Skandináviából ide lakni, meg mennek Afrikába, tehát megfordul a migráció, és akkor meg nem tudom, mi fog változni. Nyilván gazdaságilag ezt lehet modellezni, hogy akkor hogy fog összeomlani az Európa. Tehát ilyen, ez az egyetlen trigger. A normál éghajlat változás, tehát a trendszerű változás, hogy melegebb van, több a hullám, több az árvíz, több az akármi, az nem érje el az inger küszöböt, mert az mindig csak egy-egy helyen van, egy-egy időszakban van, és hogyha véletlenül éppen nincs, akkor mindenki hátradől, meg hát ha máshol van, akkor is hátradől, hogy hát ez az ő bajuk, nem a mi házunkat vitt el a tornádó vagy az ár. Ilyen értelemben globálisan csak ebből lesz trigger esemény, hogyha ez bekövetkezik. Sajnos ennek a valószínűsége az egyre nő, mert hát a fizika az működik. Szerintem tök érdekes, hogy ebben mindig ilyen dihotom módon gondolkodunk, hogy a katasztrófa fog rávenni bennünket, vagy a megvilágosodás. De hogy ugye ez egy skála, ez nem vagy ez, vagy az, hanem valahol középen. Tehát, hogyha a saját életünkbe gondolunk bele, ugye hányszor volt az, hogy a változást, azt valami kőkemény kataklizma hozta létre bennünk. De hogy ki a fene szeret kataklizmákon keresztül fejlődni? Hát néha muszáj. Ugyanakkor biztos, hogy a saját életünkből is tudunk hozni olyan példát, amikor egyszerűen csak a tudatosságunkon keresztül rájöttünk arra, hogy ez így nem jó, vagy kataklizmákhoz fog vezetni. És hogy igazából ezen a skálán mozgunk mindannyian, és ez megint csak
nem egy olyan dolog, hogy meg lehetne mondani, hogy jó, hát akkor jön ez a katasztrófa, leáll a golfáramlat, és... Mert hogy tudom, hogy nagyon különbözőképpen hiszünk az emberekben. De az a durva, tehát hogy erre úgy eszélünk, hogy ha leáll a golfáramlat, de most jelenleg úgy tűnik, hogy mikor. Tehát hogy nem az a kérdés most már, hogy ez leáll-e. Tehát ahogy én követtem itt a szakirodalmat, és az azért egy ijesztő perspektíva, tehát hogy ez egy jövőbeli bizonyosság, tehát most hiába kezdjük el kivonni a széndioxidot, és mindenki visszatartja a lélegzetét naponta 10 percig, akkor is... Hát igen, csak ezeket még így nem látod a mindennapokban, tehát hogy tudjuk, meg minden, de hogy így még nem feltétlenül érezzük a saját bőrünkön, hát egy csomó mindenben már érezzük, de hogy és azért mondom, hogy ezen a skálán mozgunk folyamatosan, és állandóan kivesszük ezt a dolgot, hogy de hát higgyünk már abba, hogy az emberek azért képesek gondolkozni. Tehát, hogy az embereknek megvan az a csodálatos képességük, hogy amikor... igen, erre mondtam, hogy azért minden négyünknek valószínűleg nagyon más elképzelései vannak arról, hogy az emberek mennyire képesek arra, hogy gondolkozzanak. Én nyilván ebben egy optimistább verziót képviselek, de hogy szerintem az hogy tehát az emberiség talán az egyetlen, aki azt is látni tudja előre a jövőbe, ami még nincs ott. Tehát, hogy ugye elültetünk egy magot, és tudjuk, hogy ott egy év múlva lesz valami. És ugye azért csináljuk, mert tehát, hogy vannak vízióink, van valami, amihez képes tudunk működni, még akkor is, ha nem látjuk, hogy az ott van. És szerintem ez a típusú tudatosság az kell hozzá. Hát, hogyha csak kataklizmákon keresztül fogunk fejlődni, hát akkor Andrásnak totál igaza van. Tehát, hogy akkor tényleg nem erről van szó, de hogy csak példákat itt Európa klímatörténetéből pont van egy nagyon jó könyv, most jelent meg, és pont erről szól azért, hogy azért jelentős társadalmi változásokat eredményeztek ennél jóval kisebb klimatikus események. Tehát most pont a Loki vulkán kitörés és a francia forradalom között azért erős összefüggések voltak, hogy rossz lett a termés, a három tényezőből, amit szoktak mondani a francia forradalomnál, egy az bekövetkezett ebből. Tehát én csak ezért firtatom, nem abban hiszek, tehát a francia forradalomnál is voltak nagy gondolkodók, akiknek erre az esetre volt ötletük, hogy mit kell csinálni, és volt sok gorosz ember, aki átvitte ezt az egész koncepciót. De ennek ellenére azt próbálom firtatni, hogy mi kell ahhoz, hogy egy paradigmaváltás elinduljon, hogy ki indítsa el a változást. Nyilván azt ismerem, azt az elképzelést, és én is ebben hiszek, hogy mindenki hozzá tud tenni. Hálózatos világban élünk, és minden csomópont sokat tud csinálni. Csak mégis itt ugye nagyon sok gyakorlati ember ül, akik mindig megkapják tőlünk ezeket az elméleteket, meg hogy meg tudjátok csinálni, ugye ilyen Szabó Péteresen, de hogyan? Tehát, hogy mit csinál? Tehát azért is kérdeztem, most nem akarom így megmókázni, abszolút én is egyetértek ezzel, de hogy valaki dolgozik fenntartatósági menedzserként egy cégnél, hogy akkor bemegy az értekezet, és akkor szeretnék paradigmaváltást így kettől, hogy mire gondolsz, hát, hogy ön, mint vezérigazgató, innentől egy demokratikus közösség tagja, és 12 fős csapatokat alkotunk, és utána egy fő pluszban van, akkor már új csapatot alkot, és akkor mi egy ilyen igazságos, jó fej, és nem növekedő. A fizetést elosztjuk. Igen, a fizetést az teljesítmény alapon kapjuk, és nem pozíció alapon. És jön majd Zoli egy motivációs előadást tartani kedden reggel, hogy akik nem értenek egyet az, ami ez. Tehát én nekem ilyen gyakorlati kérdéseim vannak, tudom, hogy milyen tippek vannak erre, hogyan kezdjük a változást, ki kezdje, mi lehet az a kapaszkodó, amivel paradigmaváltás elindul. Most kérdezem itt a mi kis Thomas Kuhnunkat erről a kérdésről. Én nekem azon csodálkozom, hogy ezeket ilyen jövőbeli kérdésként... Nem, ez jelenbeli kérdésként csak... Mert hogy szerintem ez a változás megtörtént. Tehát, hogyha megnézed az adatokat, hogy hol mennyiben
fordult át a klímaváltozással kapcsolatos tudatosság, akkor ezek azt mutatják, hogy Európában már átfordult, Kínában már átfordult, két kritikus régió van, ahol nem fordult át, az az Egyesült Államok és a Közel-Kelet, ami brutális, nem csak kitermelője a fosziliseknek, hanem felhasználója is a fosziliseknek. Erről meg azt gondolom, hogy ha Európa és Kína megértette ennyiből, akkor meg lehet érteni ennyiből, és akkor már igazából teljesen értelmetlen várni, hogy az amerikaiak mikor fogják megérteni, mert lehet, hogy sosem, meg az arabok. De hogy én továbbra is kötném az ebet a karóhoz, és azt gondolom, hogy egy vállalat semmit nem tud csinálni, mert, és egy kicsit az előbb lekeverted, amit akartam mondani, de elnézést. Csak abba gondolj bele, hogy ugye, amit a George Kelly-től szoktunk idézni, te is szoktad idézni, hogy ez éves elvárt növekedése a gazdaságnak, az 3%-os növekedés. És ez is volt egyébként a historikus, tehát hogy mit tudom, az utóbbi 3-4 évtizedben folyamatosan 3-3,5%-os növekedést tudtunk produkálni. Ha a világgazdaságnak ezt a század végéig produkálnia kéne, akkor 10-szeresére nőne a világgazdaság. Na most lehet olyanokat csinálni, amit te mondtál az ESG-vel kapcsolatban, hogy azok milyen fantasztikus parametrikus változások, tehát lejjebb tudom húzni a környezeti terhelésemet 20%-kal, 30%-kal, ne adj Isten akár a felével is, de ha közben megtízszerezem azt a valamit, aminek lejjebb vittem 20%-kal a lábnyomát, vagy a hatását, akkor messze túlléptem így is azt a, és ez ugyanúgy elvárt egy vállalattól. Tehát amikor az a GDP az nem más, mint az egyes vállalatok hozzáadott értékének az aggregációja. Abból jön ki a GDP. Tehát a GDP az nem egy absztrakt szám független a vállalatoktól, hanem az a vállalatok teljesítményének. Meg az a katások. Meg a patások. Nem. De hogy csak hogy őket se hagyjuk ki, ha még ez a kevés műkörmös és fodrász is, ugye is hozzátesz a GDP-hez, nem csak a nagy vállalatok. Nehéz veled. Szóval tényleg azt gondolom, hogy ameddig fölveszel egy hitelt, és kamatot kell rá fizess, addig neked növekedned kell ahhoz, hogy visszafizesd a kamatot. Ha részvény bocsátasz ki, a részvény árfolyamának emelkednie kell ahhoz, hogy téged finanszírozzanak és ne versenytársadat. Ameddig ez az incentíva a gazdaságban, ez a logika ebben a keretben működsz, addig minden ilyen ESG-szerű változás az egy parametrikus csavargatással egy olyan rendszernek, ami egyébként a szakadék felé tart. Szóval szerintem De én ezt ahhoz hasonlítom, hogy vagyunk egy szakadék felé tartó buszon, ahol így az utasokat fejbe lőjük. És az ESG az a szabályozás, hogy ne lőjük fejbe, hát ha el tudjuk kerülni a szakadékot. Mert Szerintem az ESG az nagyjából az, hogy nem tudom, kicsit a klímát vegyük már fejjebb. Jó. Ez egy nagy különbség azért, hogy fejbe lőjük, de hűvösebben. Fejjebb vegyük a klímát, tehát hogy ne használjunk annyi klímát. Ja, értem. Hadd vitatkozzak, Zoli, egy picit veled, hogy ugye azt mondtad, hogy tudatosult már Kínában, meg Európában mondjuk a klímaváltozás. Hát lehet, hogy tudatosult, tehát tudja, de nem, vagy mondjuk ha Duna Színházban vagyunk, lehet csúnyabb szót is használni, de én nem fogok, tehát hogy nem foglalkozunk rá. Tesznek rá, igen. És ezért, hát ugye te szoktad azt a példát említeni, hogy ugye elektromos autó, meg akármilyen autó, és ma azt hiszem tavaly haladta el a SUV-knak a piaci részesedés 50%-ot. Tehát így ment fölfele, és most már 50%-nál több a világon eladott összes autóban a terepjáróknak az aránya. Tehát hogy ez nem tűnik nekem egy olyan, lehet, hogy klímával tudatos, meg tudja, hogy lesz változás, vagy már van, de hát nagy ívben. Igen, ebből ez jön le. Továbbra is, én kötöm az ebet a karóhoz, hogy gyakorlati tudást is adjunk át, hogy mit csináljunk, tehát, hogy... Szerintem, én nem akarom a filmet elspoilerezni, amit látni fogtok, de hogy egyszerűen másképp kell kérdéseket feltenni. Tehát abban a filmben egy csomó minden van.
Tehát, hogy abban csomó minden van, amivel ugye nem értek egyet, az majd délután megbeszélgetitek. De hogy az látszik, hogyha másképp teszed fel a kérdést cégen belül, akkor tök más megoldások jönnek fel. Tehát, hogyha, és itt lehet, tehát lehet másképpen is növekedni. Tehát, hogy ugye a szolgáltatói gazdaság, a megosztáson alapuló gazdaság, a nem hülyeség forog a körforgásos gazdaságban gazdaság, ezek...